Udonus Spawnol, a Fastest Permaban csapata, Paron lesz majd Malfurion, a healer Mucus lesz a tank, mint ITC, Karci lesz Zeratul, Sirot vállalta a kromizást, és Zemark lesz Ragnaros. A másik oldalt pirossal, Vajasémos Falstad, Fanai megint Liming, Zordané végül Regár lett, Newbie lett, a Nubarak és a jó öreg Wookie megint. Johanázni fog majd. 5, 4, 3, 2, 1. Nyílik is a kapu, start középre, bár Zömárk nem úgy gondolja, hogy ő majd abba a csatába beszáll, de Sirot Kromia hátulról egész jó sebzést fog ebbe kiosztani, és muszáj direkt belőle bemenni. Próbálják inkább az alsó vonalat eltulajdonítani. Jól is teszik, hogy a középen úgysem bírtak volna fightolni. Azt a Minion Wave-et Karci a Zeratulnal is meg tudja szerezni, bármint az XP-t belőle. Középről meg ugye pusholtak. Úgy egy az egy a push arány. Jó döntésnek gondolom. És nem is buktak miatta semmit. Igen, jobban jöttek ki belőle, elkerülték hárman az öt emberrel felálló körszedet, minden így picivel dehezetik az XP-t, sőt most már semmivel. Megint ilyen kimért meccset látunk majd, vagy átmegy egy ilyen komolyabb quick match feelingbe a játék. Hát az eleje az biztosnak gondolom, hogy ilyen kicsit unalmasabb. Nem túl agresszívabb, főleg a Heroic Ability-ig gondolom. De előbb is egy jó gank volt Vajasra, és egy fél HP-t lemart belőle az Zeratul. Megy minden a trollkodás. Hát ugye egyikük sem tud jól pusholni, így akkora pust, hogy bármit elérjenek vele. Igen, táncolgatás. Bár a kempindítás Wookieéktől nagyon hasznos lehet, éppen ezért Mucusék is elindítják. Igen, van jókor szinte egyszerre. És középsőért lehet majd a fight. Érdekes, hogy Falstad Permabannál senki nem tekeri a saját oldali felső oltárját. Volt még az Zemáktól egy kisebb push topon. Így Vajas és Newbie elhozza könnyedén a saját oldalt. És akár Vajas meg tud küzdeni Zemárkkal, ha kell. De most repül mindenki lefelé. 4v5-be lesz ezzel a harta Falstadnak most a Cursed ellen. És most érkezik majd csak Zemárk, Newbie ugrik be, és eddig jól, de sajnos ketté felé szakad a Falstad egymástól. És most jön a Moltenkor midre. Ad egy jó választás. Nem. Na majd most lesz már jó az zónulás. Nekem most már helyezkedésbe visszajön a Falstad Permaban csapat. Ez a kétfelé menekülés, ez nem volt jó valóban. Eddig tartott a Moltenkor, sebzés nélkül úszta meg ezt a körszed. Így jöhetnek visszább azért. Karci minden még pussol így. Negyed szinten őre tesznek szert a srácok. És még mindig játékban vannak. Zordanen a fókusz mellé megy a lacitás Karcitól. És elindulnak befelé, kijön a healing totem, jó a pozíciója. Zordan így följebb healeli egy kicsit a többieket, és megint összezárnak Permaban játékosok. Úgy tűnik, nem nagyon erőltetik. Mivel szereztek egy kis üszkét, és utána menne be. 4 az 5 ellen, ez nagyon jó most lehet. Vajas ott van, miden. Valakinek most már halnia kéne, és úgy tűnik Wookie lehet az első halott, de még mindig jönnek, Newbie csúszik utána, hát ha sikerül. Ez ő már kék, viszont most elragadnak. Így ott van a válasz kill. És Karcinak éppen ott csak van kiugrása. Így ő most megúszza halál nélkül, de az az oltár még mindig ott van, és senki nem mer hozzányúlni. Negyedik percbe lépünk be, és az első oltár, ami már 2 perce él, még mindig nem lett eltekerve. Bár Niobi most megpróbálja Sirot, ugye ezt majd tudja szakítani. És egyszerűen látszik, hogy nem kap sebzést Niobi az Anubarakkal, akkor a spellerük. Megszerezik az elsőt, és még talán így van. Malfurion-t is könnyedén.
elszámolta magát. Indítják a kempet. Megszerezték azt a területet, végül is igazuk is van, meg kell szerezni. Tedik az összes lényről az XP-t, hogy ők is levelhetesek legyenek, mint a Perron van csapata. Próbálja arrébb húzni őket, hogy a pumpkinheadek célba érjenek, de az a két aprócska szerzetbe ér végül is, plusz egy turethez juttatja. Kajason meg oltári nagy fókusz van. Karci kiszemelte magának. Már a második genket kapja Vajas, és mind a kettőből tökéletesen jön ki. Nagyon, nagyon jó, hogy így bír számolni Karci jelenlétével. Boton megint jön egy kem. Ha viszont már a képnek is fáj, az a három darab, azt meg kellene állítani. Vukit próbálták belökni a kép alá, és most fognak elindulni. Pumpkinheadek, Hiroték defelnek. Jó a totem, endig a pillanatig. Karci és jön Karci genkre, 4v3, Vukit nézik ki maguknak. Nincsen Iron Shield, Iron Skin. Hiroték lemaradnak, és nincsen visszadobás az időben, lassítás van helyette. Slowing Sands. Mucus pedig fura módon beragad valamiért az ellenfél oldalon. Úgyhogy pont a legrosszkor, vagy legrosszabbkor az oltárral együtt fog majd éledni Mucus is. Úgy gondolom, hogy Zemárkék ezt át fogják engedni, bár nagyon fog fájni, hogyha az alsó képet is átadják. De tény, hogy ETC miatt nem, ETC késletetése miatt nem fognak tudni bejönni és bármit nyitni rá. Így van, 4 sebzés a Fasted Permaban korjába. 28-36 ezzel a HP a kórokon, 100% ne tévesszem meg benneteket. Most jön egy kisebb camp a Falstadéknak, és jövék a level 10, most lesz meg a cursed is majd. És lehetett ETC heroik, nagyon ügyes. Oit, Prism, Mospit, Twilight Dream, Slowing Sand és Sulfurous. Így van, esik volt. Még a cursednél jött a Wave of Force, a Ghast, a Blasted Shield, a Heal és a Cocoon. Érdekes. Vuki észleli a camp lopásának lehetőségét. De ez egy kezdenek ketté felé szakadni a srácok, és ez így nem jó. Newbék ügyesen használják ki. Karti pedig menekül, jó rajta a Blessed Shield, és jön a Cleanse. Faron pedig a kukumba kerülve Kartit nem fogja tudni tovább healelni, Vajas pedig befejezi őt. Faron beragad, kijön tőle a Silence, de úgy tűnik, hogy ő is könnyen meghal. Ezt nagyon ügyesen és kimérten csinálta most a cursed. Kettőt a semmiért. Sőt, igazából egy Blessed Shieldért és egy Cocoonért. Nagyon nem érte meg. Ó, az a két altár. Hál' Istennek addigra már még ma a Furion-os fel fog kelni, és ide bír érni. Már nem lennék meglepődve, hogy alul kicsit jobban megpusholnák az az alsót. Így is jön egy camp. Elég nagy sebzés fog bekapni az az keep. Igen, az egy nagyon jó döntés volt most Newbie-éktől. Vajason a fókusz Karci, bent van, kinyomja a Void Prison-t, és elugrik onnan. Jön-e rá follow-up? Ott a root. De nem elég. Viszont sikerül Zordanéknek elhozni az oltárt, Mutusik pedig csak most kezdenek bele, de... engedik el Zordanék, úgy tűnik igen. Szép, szép játék. Érdekes, hogy semmi reakciót nem mutatott rá a Cursed Champion csapata, hogy csak kicsit késleltessék is azt a altár megszerzést. A Vajasnak nem volt túl sok HP-ja. Pause.
Hogy jársz előrébb a játékba te 2 másodperccel? Mert én nem streamelek, barátom, úgy vagyok előrébb, és én látom a csetet. Én is látom a csetet, csak azt mindig kiszedem. Tudom. Egy póz. Baron lehet. Baron lehet az, aki miatt várunk. Nagyon rossz pozícióban van, már Vuki ezt észre is vette, és mégsem engage-elt rá. Avarosan kezdjük már, írogatják, hogy... Hosszú a szünet. De nem is tudunk róla semmit, hogy miért van ez a szünet, bár most Baron az, aki kilépett a játékból, nyilván nem szándékosan, hanem valami probléma elhárítása miatt. Reméljük nem hozzák túl sokáig. Bármint ezt nem csak én remélem, hanem maguk a játékosok is remélik, hisz koncentráció így megszakad. Vannak gondok, ahogy itt elnézem. Pedig minden meccsen volt szinte. Mármint, hogy 0,890 heal Barontól. Érdekes most, hogy a spektátor felületünk miért ilyen. Ezt nem értem. Nálam 10 000-et nyomott a srác. Tabnál működik, de Shift 2, Ctrl 2-nél viszont nem. Uh-huh. Hát ugye az új kinézet teheti, biztos, hogy az miatt van. Hát bőven vezet kilőbben most a körszed. De hát... Tower of Doom-on bármi történhet. Igen, az 1.40-ről fordítani. Nagyon sokszor fordul elő. És még Molten Core-tabb úgy nem is nagyon láttunk. Csak az elején. Meg tudja védeni a képet, ha arról van szó. Márpedig itt tényleg nagyon sokszor húzzák a képeket. Hogy az fontos lesz majd. Annak a megvédése. Most látjuk a CD-ket a hírőjükokon, hál' Isten. Igen. Igen, azt én is észrevettem, hogy látszik. Bár a Control Talent panellal felhozva, nem. Mert pont nem látszik. Azért lehet ez a új probléma, ez a kinézet probléma, mert ebben a patchben, legalábbis ezen a héten nincsen olyan bajnokság ezzel a patchsel, amivel közvetíteni kéne, és szerintem ezért nem javították ezt ki. De el is indultunk közben. Érkezik az a camp, amit még a pause előtt kezdtek el. Ja, szépen pusol, de könnyedén védi le a körszet csapata. Vuki kaphat egy jó ganket, ugye ott az Iron Skin is nem kap rútot rá. Jó, hogy nem pazarolt el Malfurion ezt a képességet. Nagyon jól bírja Vuki.
látszott, megvan mindkét csapatnak a 13. És most egész jól áll az összes lén. Fáztat szempontból, de az a keep ott már kevesebb, mint fél HP, majd gondot jelenthet későbbiekben. A camp elhozás szokás szerint idő, őt volt ki kell tölteni. Majd talán ezt erre nyithat a hagyni. Főleg úgy, ezt hogy nem. Ugye fönt van Vajas, Karci pedig rajta áll. Jön a rút, de eléggé mellé megy, és végül Buki egyedül, hála Nőbi kukunyának, elhozza, és Karci ül benne. Mi kellene majd ugrani a Void Prison, két emberes, Vajas még mindig nincs itt, de nem tud mit csinálni 5v2-ben, semmit Zordanen spawnol közben, és ki tud jönni? Attól függetlenül, hogy szulfurást kap, hát lehozza a körszed, úgy tűnik a harmadik mapot. Nincs meg a sebzés. És meg ez a kritikus sebzés, ami kéne a körszed elpusztításához. Ezért újabb 8 sebzést kap a Falstad Permaban csapata. És még hoznak egy kempet gyorsan newbie-ék. Hát elmenni látszik, bár a szint még mindig közel egyenlő, úgyhogy az jó lehet, a boss pedig ott van. Megvan az alsó kép. Talán beviszik a kempeket. Igen, ugye az nem connect volt a képpel. Három sebzés, ha nem védik le, de nem úgy tűnik, hogy a körszed ráfeküdne annak a besegítésére. A bosshoz 4 sebzés fontosabb. Igen, könnyen csinálja most, amit akar a körszed. El vannak foglalva a srácok, és hát a épületekre, meg a vévekre nincs valami nagy clearje Ragnaroson kívül a Falstadnak. Most már, ha jól számolom, 12-n talán? Igen. És ott lesz a 16 vajaséknál. Fél szintet még mondhatni, defelnie kell Karcéknak. Elhasználja majd Zemark a Molten Core-t. Eléggé belassult a játék egyébként. Mindenki megcsinálja azt, amit nagyon biztonságot, és senki nem vállal túl. Talán jó, majd de most mucus. Ez mindenképpen fanaiknak kedvez. Mert ha így halad tovább a játék menete, akkor viszont ők nyernek, hiszen sokkal több a kornak a HP-ja. Igen, most már nem kéne átengedni. Nemhogy egyet sem szabadna az altárokból átengedni. Ott Void Prison. Az viszont milyen stun lesz. Rúttal együtt, atyaék, és jött a szulforász is, de túlélik. A körszedi játékosok, Zömárkat pedig kiszedik a kukumból. Jó volt a kombó, de nem értek vele el semmit. Newbie-ek pedig elindulnak. Nagyon-nagyon kell nekik egy kill. Karti pedig nem elég, hogy Vajast megölje egyedül. És nézd meg! Végül Newbie meghal, és úgy tűnik Wookie lehet a következő. Ha lejön róla a shield, nagy valószínűséggel meg is hal. Oh, Sirot snipe! Kettő a semmiért, de végül így is veszít 4 HP-t a korból. A Falstad perma van, és cserébe 8-at fognak visszatenni. Pont annyit, amennyi az ő korjukból még maradt. Ha még két altárt átengednek, ami csak ugye csak ennyivel sebez, már akkor kikapnak. Ezért rá kell feküdni a kempek elhozására, mint ahogy ez Mucus, Baron páros a Sirottal csinálja. És Zemárnak nem kéne ennyire túlpozícionálni, mert ezt nagyon meg tudja torolni csapat. Mekkora baszta! Erre lemaradtam, ne haragudj! Ha át tudod adni, akkor add át szóban. Az történt, hogy Garci engage-elt Vajasra, hátrafelé pördült a Falsteddal, és hova konnektolt a szulfarás? Pont oda, ahova elpördült. Ilyet nagyon ritkán látni. És így viszont meg lehet a kép, és 5-3 így a oltárok lövési aránya. Sőt, be lehet még kísérni 3-at. Az nagyon-nagyon jól jönne most a Falstadéknak, és vezetnek szintben ismét. Most nekik
jobban megy ad a ritmus. Buki visszaér, még vajas nincs ide érkezhet. A Flying Monttal is levédekezik végül a Pumpkin Headeket. Na de ez az a bizonyos szituáció, amit amikor egy Ragnarosszal fölállt csapat nagyon jól ki tud használni. A Molten Core-ral lehet tartani ezt a képet. Így van, így is gondolják. Zömárték is engage-elnek, próbálnak bejönni. Milyen rút! Viszont szép a Turret alálökés. A Mighty Gust-tal hárman pedig pihennek. Sulfurasum még nem volt. És meghal végül Mucu, és a többiek pedig bajba vannak, Zömárkot szakítják a Molten Core közben. És kettő embert megölnek a körszedék, Zordanék pedig mennek tovább. Megölhetik most a képet. Van a lehet bajban, Karci itt van és megszerezheti akár. Itt is van. Ugrik és rá. Megcsinálja, és jó! Megcsinálja! Meg tudja csinálni egy V5-be. Viszont ő most úgy tűnik meghal ezért a killér. A viszont így már nem biztos, hogy megéri. És ez egy szép elmozdulás volt. Négy. Maradt a négy aprócska kis HP a felszett Sperbabannak. Nehéz late game következik. Mindjárt meg lesz a 20. De már csak négy HP-ja van, ha jól számolom? Így van. Négy kicsi HP. Jó, rotáció, kempindítás. Ugye ez törvényszerű. De boss, 5 másodperce, 4, 3, 2, és nem fog rá a Cursed Champion reagálni, át is adja. De jól gondolkozik a Cursed Champion. Az alsó lénnek a birtoklása nagyobb előnyt biztosít. Jönnek Wookiék, ez az utolsó fight is lehet akár, vagy egy nagy fordulat. Jó a rút, rajta állnak a többiek, Newbiek bent. Egy kicsike dolog kellene, Zömárkot beleteszik a kukumba, és Cucusékat kifújja Vajács, és itt van a vége! Ó, basszus! De! Pedig szét őket. Fú, de kiegyenlített meccs volt. Mondom ezt 5-13-as kill arányban. Wow!